És a stúdióban itt van a két farkú kutyapárt képviselője, Döme Zsuzsanna, kezét csókolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én nem találkoztam még önnel, meg nem is hallottam még önről, hogy ön létezik ebben a pártban. Ön kicsoda? Dada Suzy néven szoktam futni. Amúgy a párt egyik alapítója vagyok. Dada Suzyként. A párt egyik alapítója vagyok, meg az egyik fő ideológusa. Hát a feladataim elsősorban most arra korlátozódnak, hogy a valóságteremtő központunknak a munkáját összehangoljam a realitás kezelő intézetével. Ezt a világot, a most ül velem együtt, minek tekinti valóságnak, vagy ilyen fikciónak? Ez a kettő között most hangoljuk össze. Tehát a beszélgetés a végére most ezen dolgozik, tudok... miközben így most mi beszélgetünk, valakik valahol ülnek, és? Hát amennyiben nem, akkor meg fogom találni a felelősöket. Jó, de jó. Nagyon remélem, hogy a beszélgetés végére már... Végre egy ilyen párt, akik meg akarják találni a felelősöket. Mindig van már felelős. Mindig van? Általában. Na, egyébként önök is felelősek ám, azt tudja, ugye Szombathelyen ott csak ott festegettek a járdán mindenféle krikszkrakszokat, sikerült kimondanom. Viszont hála Istennek, hogy ott a szombathelyi járásbíróság most jól megbüntette önöket idézőjelbe, helybe hagyta a kormányhivatali döntését, jogerősen is köztisztasági szabálysértést követtek el, gondolom szégyellik magukat. Hát igen, ez a döntés most két okból is problémás a pártnak. Az egyik, hogy napok óta próbáljuk dekódolni, hogy mit is jelent az, hogy köztisztasági szabálysértés, dolgozunk rajta egyelőre, az biztos, hogy fel fogunk lebbezni. A másik probléma pedig, hogy egyre pénzbírsággal ez nem járt. Ez nekünk különösen érzékeny probléma, hiszen amikor megbüntetnek valami hasonló felújítási bűntényért, minket olyankor azért elég sok adományt szokott kapni a párt, és így most, hogy nincs pénzbírság, a pártnak sajnos a pénzügyi alapjai váltak egy kicsit labilisabbak. Nem tartanak attól, hogy most így majd jól megfigyelik önöket? Hát reméljük, már régóta figyelnek minket, tehát ez az eset nem biztos, hogy ez befolyásolja, de hát tényleg, hogyha nem sikerül elérnünk a fellebezésekkel, hogy pénzbírságra is ítéljenek mennyit minket. Mennyit szeretnének, mekkora pénzbírságot? Hát minél magasabbat, minél, ha kell, Strasbourgig is elmegyünk, tehát elszántak vagyunk ezzel kapcsolatban. Ha nem sikerül ezt elérni, akkor fontolgatjuk, hogy magunkra vállaljuk magának a járdának a tönkretételét is, hiszen azt végül is tudjuk bizonyítani, hogy a szombathelyi passzivisták évek óta használják azt a járdaszakaszt, ma is mászkáltak rajta, tehát hát, ha így esetleg. Szégyeljék magukat. Igen, mi voltunk. Jó. Szeretném öntől megkérdezni egyébként, hogy hogy sikerült, Csillebércen olvastam, tartottak augusztus 3-a és 6-a között egy úgynevezett űrhajós kiképző tábort. Valaki jelentkezett arra egyáltalán, vagy ott, nem tudom, elmentek oda, aztán jót söröztek? A videóinterjúban elég sokan jelentkeztek űrhajósnak, ez most már a válogatás volt, és az első kiképzés. Azért még kell gyakorolni, tehát valószínűleg így időben egy párszor még vissza kell térnünk erre a csillebérci táborba. Mit csináltak ott a jelentkezők? Azért azon, nem csak hogy... űrhajós kiképzés ment a táborban, hanem ez egy országépítő tábor is volt egyúttal. Tehát itt az felépítettek első... egy országot? Igen, az első napon kikiáltottuk a független csillabjegyci szabadállamot, és hát vasárnap pedig mindezt feloszlattuk. Tehát választás is volt, és mindenféle egyéb tevékenységet végeztünk. De miért osztatták fel, hogyha ennyire jól sikerült a kikiáltása? Ez volt a terv, majd csinálunk még egy jobbat, tehát ez még csak egy próbaállam volt. Jó, hogy tanultak a hibákból? Persze. Milyen okos párt ez a kétfarkú kutyapárt? Megpróbáljuk kicsiben. Ugye ez az önkormányzatoknak se szokott mindig tetszeni, amikor gyakoroljuk a kormányzást. Képzelj el, hogy az elmúlt napokban vagy hetekben lehetett olvasni különböző pártok részéről, hogy melyik párt hogyan befolyásolná vagy változtatná meg a választójogot Magyarországon. Van olyan párt, Jobbikról biztos hallott, akik mondjuk nem engednék szavazni azokat, akik 8 általánossal nem rendelkeznek. Van olyan párt viszont, akik azt szeretnék, hogy már 16 évesen is lehessen szavazni. Mit szeretne mondjuk a kétfarkú kutyapárt, mit szeretnének változtatni? Hát mi az ilyen cenzusos megoldásoktól egyelőre óckodunk. Jelenleg a legfontosabb célunk az, hogy a határon élő magyarokat is be tudjuk vonni a választási rendszerbe, hiszen őket gyakorlatilag ebben az évszázadban nem kérdezte senki, és szerintünk ez méltatlan. Aha, és ők sokan vannak, akik a határon elég élő sokan magyarok? Vannak. Most egy ideje már számláljuk őket. Tartanak. Még most az 500 millió környékénél, de valószínűleg ez még csak egy töredék. Együtt néztük végig
a Hollomárt által vezényelt híradót, amiben szerepelt Ungár Péternek az ügye. Ő az a fiatal ember, aki a Momentumnak az egyik zenei rendezvényén hát furán viselkedett, ugye elismerte az, hogy ittas volt. Nem is volt ingyensőr a Momentumnál, ha jól tudom. Nálunk ilyenek nem voltak a táborban, mi más szempontokból szűrtük a vendégeket, vagy az érkezőket. Tehát mi ott a dezinformációs pultnál nemzetbiztonsági szempontból a jövőjüket világítottuk át az érkezőknek, és hát sajnos nagyon sok embert nem engedtünk be. Jó, de most tényleg kíváncsi lettem volna arra, hogy önök hogyan vélekednek egy ilyen esetről. Mondjuk amikor egy pártot képviselő fiatalember egy másik pártnak a rendezvényén, hát nem megfelelően részegen ott inzultál másokat. Egyre nincsen hivatalos álláspontunk, úgy tudjuk, hogy jelenleg ebben az országban az alkoholfogyasztás még legális. Nem tudom, hogy ez változott-e, míg a táborban voltunk. Uh-huh. Ha nem, akkor... Jó, és akkor a vizes VB helyett jön a soros VB? Hát az első országos kutyavizes VB-t fogjuk most szombaton megrendezni, erről kicsit talán így az űrállomás avatás és az állam alapítás között kevesebbet beszéltünk, de ez azért egy fontos nemzetközi esemény, hiszen az első magyar vizes világbajnokság kutyák részére. Egy picit aggódunk az időjáráson, úgyhogy ezúton is szeretném fölhívni az időjárás befolyásolásra alkalmas passzivistáinkat, hogy próbálják elkezdeni... Gál Noéminek tud üzenni abba a kamerába. Oké, rendben, tehát hogy próbáljuk elkezdeni megteremteni augusztus 12-ére a jó időt. Egyrészt a Városligetbe, tehát nem kell országosan, elég a Városligetbe, meg mondjuk puszta vacsora jó időt teremteni, és nem is kell egész nap ilyen délelőtt 10-től 19 óráig bőven. Hát, elképesztő. Komolyan mondom, azt kell mondjam önnek, hogy akár már időjárás jelentő is lehetne, hogy így belenéz a kamerába, és így simán el tudta ezt mondani. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon ügyes voltam. Köszönöm. Ez fontos az öndicséret egyébként.